Sok kicsi Janukovics lehet Magyarországon, néhány száz fő visz minden pénzt. Ezzel a megdöbbentő címmel közölt írást az énpénzem.hu portál. A dolgot az emeli a napi politikai iszabírkozás fölé, hogy a megállapítás alapja egy szakmai tanulmány. Vendégem B. Varga Judit, az énpénzem.hu főszerkesztője és a tanulmány egyik szerzője, hogyha jól tudom. Nem, ezt de benne javítan, volt a tanulmány elkészítésében. Inkább technikai közleműködő voltam, a Blossoms Capital készítette a tanulmányt. Aki akkor a azt privátban... mondom, hogy nem pusztán másodközlő, hanem mégiscsak testközelből ezt a tanulmányt érti. Nem szó szerint, de lényegét tekintve ennek a tanulmánynak az egyik megállapítása, hogy ma Magyarországon komoly megtakarítása csak azoknak van, akik állami pénzcsapokra vannak kötve. Igen, hát a tanulmányban majdnem szó szerint úgy van, hogy a privát bankárok igazán vagyongyarapodásra, tehát további pénzekre attól a nagyon szűk néhány száz fős körtől számítanak, akik az állami megrendelésekhez és az állami döntéshozatalhoz közeli vállalkozók. Hát ez így eléggé egyértelmű. Látjuk, hogy ők tudnak gazdagodni, és ennél azért még durvább dolog van a tanulmányban, hogy a privát bankárok, és ők ugye testközelből látják, tehát ők számolják a pénzt. Egy nagyon diszkrét kaszt a privát bankároké. Mekkora vagyon alatt nem lehet belépni mondjuk ebbe a körbe? Hát igazság szerint a 20 millió forint a legalsó, de az annyira alsó. Igen, azt akartam pont mondani, hogy az annyira alsó, hogy azt nem is... Azt eltartott kis ujjal. Igen, inkább 50-300 millió ez a határ, ami... És ugye itt 50-300 millió forint megtakarított pénzről beszélünk, tehát nem amiben lakunk, vagy ami pontosan, a mindennapi megélhetés, ami portfólió, és valakinek oda igen, lehet adni. Igen, és tovább megyek, tehát olyan pénzről, ami nélkülözhető. Tehát ebben a körben ugye van a vagyon, van a vállalkozás, vannak hát mindenki tudja, aki ezzel a körrel foglalkozik, hogy igen vaskos, ilyen hát napi kiadásokra szánt összeg, és a mindezen felüli, tehát amit be lehet fektetni, erről beszélünk. Judit, abba beleláttak-e, hogy keletkezik? Tehát van egy állami megrendelés, van egy cég, amelyik ezt a megrendelést megkapja. Hogy lesz ebből ilyen mennyiségű profit? Hát igen, hallgattam itt az előző beszélgetést. Én még kevesebbet mondanék ezzel az egésszel kapcsolatban. Részint azért, mert ugye a pénzügyesek és hát a mi portálunk is ilyen, azok azért nem a fecsegő típus. Plusz ugye az ember, amit nem tud bizonyítani, azt nem mond. De az nagyon jó lehet... Szóval például mondjuk a letelepedési kötvényt vesszük, ugye olyan körülbelül 500 fő vásárolt, ez a bizonyos 250 ezer euróért ugye magyar állampolgárságot kaphatnak. Na, ennél úgy néz ki a dolog, hogy az államkötvényt ad el, viszont van egy beiktatott cég, most pillanatnyilag 7 ilyen cég van, és az a cég bocsát ki kötvényt, és azt veszi meg a betelepülő. Tehát aki egy kicsit hozzáértő, az nagyon jól látja, hogy van egy interfész. Így van. Igen, és ennek a cégnek semmilyen megkötés nincsen. Tehát bármilyen költséget, tehát eleve olyan 40 ezer euró költséget abovo felszámít. Na most a cégeket én megnéztem, Rogán Antal aláírásával van az összes ilyen típusú engedély. Tehát tulajdonképpen őket is az állam választja ki. Ráadásul lehet látni, hogy van olyan, hogy néhány héttel előtte keletkezett. Igen. Igen. Tehát innen azért nem olyan nagyon nehéz rájönni, hogy akkor hogy is keletkezhetnek. Viszont az előbb bennem ragadt az, hogy szintén a tanulmányban, és azért ez nem elhanyagolható dolog, tehát azt is érzékelik a privát bankárok, hogy az uniós pénzekből és a növekedési hitelprogramból is ilyen privátbanki magánszámlákra csatornázódnak pénzek. A dolog természetrajza úgy szokott kinézni, hogyha van egy államközeli megrendelő, aki uniós vagy kormányzati pénzekhez jut, akkor az nem ajándékba kapja meg ezt a megrendelést, hanem abból pártkasszába vissza kell juttatni. Amiről most beszélünk, tehát ez az 50-100 millió, 300 millió forint profit,
Ez a belépési limit. Tehát... Ez a belépési limit, jó. Igen. Tehát, hogy az, ami a privát bankároknál jelentkezik, az valószínűleg már az azon felül lévő maradék, ami a leadott pénze. Megsatszolható-e, hogy 100 millió forint állami megrend, teoretikusan 100 millió forintos állami megrendelésből mennyit költenek el egy projektre, és mennyi az, ami visszamegy a pártkasszába, és aztán megmarad az Interface cégnél? Elképzelhető, hogy valaki meg tudja, ez de én nem. Tehát, de még ennél is nagyobbak a bizonytalanságok, mert ugye, amit mondtam, hogy ez a hazai privát bankár... Nagyságrendileg a felét ráköltik arra? Fogalmam nincs, nem tudom. Én hallottam számokat, de inkább nem mondanám. Tehát, lehetett olvasni ebben a tanulmányban arról is, és a másik nagy komoly gond, az első komoly gond, hogy komoly pénzeket ellopnak. Igen. A másik komoly gond, hogy ez ráadásul kimegy az országból. Lehet-e azt megbecsülni, hogy körülbelül mennyi pénz megy ki az országból? És a kérdés második része az, hogy egy privát bankár nem abban lenne érdekelt, hogy ezeket a pénzeket Magyarországon tartsa, hiszen akkor ő tudja kezelni. Ők meg is próbálják, tehát ők mindent megtesznek, hiszen, tehát ez, amit idéztem a tanulmányból, ami elég meghökkentően hangzik, tehát ez privát bankári oldalról, ez nem negatív, tehát ők ezért, ezekért a pénzekért harcolnak. És ugyanígy harcolnak azért is, hogy ne menjen ki pénz, de ezzel együtt természetesen megy ki. Hát ahogy itt az egyik szakember fogalmaz, tudomásul kell venni, hogy eleve Magyarországról kifelé tart a pénz, tekintettel arra, hogy hát elég számos bizonytalanság van itt, politikai, szabályozói, tehát ugye az elmúlt időszak éppen nem a nyugalomról volt híres, tehát amikor tényleg komplett üzletágakat lehetetlenítenek el, akkor nem csoda, hogyha valaki kint nagyobb biztonságban érzi a pénzét. Itt a nagyságrendet illetően, de ön fogja tudni fejből is, én valahol olvastam egy 2500 milliárd forintos számot. Igen, ez mennyi idő alatt ment ki? Hát ez több év alatt. Tehát ez ami összesen kint van. Tudok 2012 és 14 közötti időszakban pedig ez 250-350 milliárd forinttal emelkedhet. Így van. Igen. Tehát ez van egy olyan számítás, a magánnyugdíj pénztári megtakarítás 3000 milliárd forintját. Van egy olyan számítás, hogy havonta 20 milliárd megy el az országból. Minden hónapban körülbelül 20 milliárd, és aztán vannak időszakok, itt volt a 2012-es pánik, akkor ugye ez felgyorsult, plusz akkor még a kör is bővült, tehát a középosztálybeliek is vittek ki pénzt, ez nagyjából megnyugodott, de hát az látszik, hogy ez egy folyamatosan növekedő. Végül még egy idézet ebből a tanulmányból. A következő egy-két évben az állami megrendelésekhez, az állami döntéshozatalhoz érezhetően közeli vállalkozók néhány száz fős körének jelentős vagyongyarapodása után itthon maradó pénzeinek privát banki piacra vonzása lehet a ez ugyanaz, amit mondtam, nem ilyen szépen, kulcsa. Igen, ez tehát szó szerint. Ebben látják ők az üzleti modellt, hogy a jelenség nem fog változni, de sőt, meg kéne próbálni ennek egy részét itthon tartani. Sőt, ezek szerint arra számítanak, hogy még erőteljesebbé válik. B. Varga Judit, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.